dragi telespectatori! Köszöntöm a kedves nézőket! A török szákos tavon vagyunk, ahol nemrég jártam egy metód verseny alkalmával. Akkor eldöntöttem, hogy újra visszatérek ide, hogy bemutassak önöknek néhány olyan trükköt, amelyeket a verseny során sajátítottam el. Ugyanakkor szeretnék még bemutatni néhány tesztelés alatt álló terméket is. Ezek közül is a legnagyobb hangsúlyt az új 360-as és 390-es hozban kapható Benzár Method horgászbotra fektetem majd. Ezúttal a 390-est használom, de a későbbiekben részletesen is beszélek majd erről. Most először is keverjük be az etetőanyagot. Mint láthatják, az etetőanyag egyenlőre egy prototípus. Mondhatom, hogy 95%-ban már kész is. Nagyon finom szemcsézetű és sok hallisztet tartalmaz. Három különböző színben kerül majd piacra, piros, zöld és fekete színekben, illetve natur állapotban. Most egy kicsit megszínezem, élénk piros színű lesz. Miután kész az etetőanyag, hozzáadok majd betainos és krilles mikropelleteket. Megpróbálok megszabadulni ettől a darástól, amely belement a vizembe. Akkor lesz ideális az etetőanyag, ha sikerül átrostálni. Így sokkal homogénabb állaga lesz. Az így kapott szín kissé sárgászöldes, mintha pirosba váltana, de ha több vizet adok hozzá és fokozatosan átnedvesítem, akkor még pirosabbá válik. A pelleteket nem fogom benedvesíteni, csak amikor már kész az etetőanyag, akkor adom hozzá. Minél hosszabb ideig megpróbálom itt tartani a pontyokat az etetésen. Amint láthatják, a víz nagyon zavaros. Nem is tudom, milyen színű, kissé agyagosnak tűnik, kicsit világosabb. Az viszont nagyon érdekes, hogy első alkalommal, amikor itt horgáztam és megláttam ezt a vizet, nem tudtam elhinni, hogy találni fogok olyan pontyot, amely észreveszi majd az etetőanyagot és különbséget tesznek a színek között. A legtöbb halat azon a versenyen fogtam, amikor is bicolor method pelletet használtam fokhagymás és squid aromával. A második fordulóban már a mézes epres kombinációt használtam, és átlagban körülbelül 8 kg-os pontyot fogtam. Elmondhatom, hogy gyönyörű pontyok élnek itt ebben a vízben. Nagyon harciasak. Remélem, hogy találkozni fogunk dunai pontyal is. Ezek pikkelyesek és nagyon harciasak. Életemben először itt találkoztam olyan tükörpontyal, amely sokkal harciasabb volt, mint a pikkelyes. Amikor az etetőanyagunk kellően megszívta magát, akkor adjuk hozzá a mikropelleteket, körülbelül 400 g-ot. Ezeknek a mikropelleteknek az is a szerepük, hogy hozzájáruljanak az etetőanyag mielőbbi kioldásához, amikor a kosár a mederfenékre kerül. Ezáltal sokkal hamarabb ide vonza a pontyokat az etetésre. Dobok először néhányat, hogy meghatározzam a távolságot, amelyre horgászom. Szerintem körülbelül 80 méterre fogok horgászni, tehát körülbelül 80 méterre fogom elvégezni az alapozó etetést, de körülbelül 90 méterre fogok horgászni. La 90.
Eddig már több helyen működött ez a taktika. Elvégzek egy alapozó etetést, és ezen túldobva fogok horgászni. Jelentkezett az első kapásunk. Körülbelül 40 perc telt el az etetés óta. Több csalit is kipróbáltam. A bikolor mézes epres aromájút és a krill. Ezekre nem volt kapásom, úgyhogy újra váltottam. Föltettem egy bikolor squid fokhagymás, és szinte egyből elhúzta. Ezzel sok halat fogtam a versenyen is, csak akkor sajnos kisebb halakat sikerült a szágba terelni. Nagyon örülök, hogy megjött az első kapás, igaz, hogy 40 perc telt el. Nagyon sok hal él ebben a vízben, de sajnos most a szél kicsit ellenünk van. Jól láthatják, hogy jobbról balra fúj, ezért a halak egy része a tó másik végében gyűlik össze. Pár szót ejtenék a horgászbotról is. A Benzar Method Feeder 390-es verzióját használom, amely segít abban, hogy könnyedén elérek nagy távolságokat. Öt spitzer rendelkezik, ilyen 10-es karbonból készül. És elsősorban a távoli peccákra lett kifejlesztve, főleg Method kosaras technikára. Az utóbbi években sok ilyen metodos versenyen vettem részt, és azt vettem észre, hogy azok a horgászok fognak jobb halat, akiknek sikerül elérni nagyobb távolságokat. Ezért láttam szükségét annak, hogy kifejleszek egy olyan horgászbotot, természetesen a gyártóval együtt, amely alkalmas arra, hogy viszonylag könnyedén 100 méter fölötti dobásokat tudjunk elérni. Az orsó egy 10000-es neokárp. Nagyon nagy dobbal és 10 csapágya rendelkezik, ami sokat segít a nagy dobások eléréséhez. Jól látszik, hogy a hal szépen lassan, komótosan úszik. Nagy valószínűséggel több mint 10 kilós. Jól látható, hogy a gyűrűk meg vannak erősítve, és nagyon jól vannak rögzítve a blankhez. Az első tagon nincs egy gyűrű sem. Ez is sokat segít, amikor nagy távolságokra szeretnénk horgászni. Elértünk a dobó előkéhez. A főzsinórunk 0.22-es Method Feeder a Carp Expert-től. A dobó előke pedig 0.28-as, erre azért van szükség, hogy minél könnyebben dobjunk nagy távolságokra. Nem akarom elültetni a halat, biztos vagyok benne, hogy jó hal lesz. Amíg a hal nincs a víz felszínén, addig sem tudjuk, hogy milyen halról van szó, annyira zavaros itt a víztörők szákoson.
A mederfenék nagyon agyagos. Az áramlatok is felzavarják a vizet, de természetesen a halak is okozzák ezt a zavarosságot. Miért nem horgászom fonott dobó előkével? Azért, mert a tószabályzata tiltja ezt. Jól látszik, hogy ez a hal a Dunából származik. Látszik a száján, hogy többször kifogták már. Én a szakáll nélküli horgok híre vagyok. Jól látható, hogy milyen kisméretű horgot használok szakáll nélkül. Nagyon jól megtartja halat, nem akad le róla. Nincs nálam mérleg, de szerintem olyan 10 kilós lehet. Jól láthatták, hogy könnyedén megdobtam ezt a 90 métert. Bedobás után, miután a kosára mederfenékre esett, hagyjon, hogy szépen lassan lesüljön a zsinór. Ezekkel a nagyorsokkal nagyon könnyedén elhúzhatjuk a kosarat az etetésünkről, annélkül, hogy ezt észrevennénk. Tehát nagyon fontos, hogy bedobás után hagyjuk, hogy a zsinór saját magától a víz alá süllyedjen. Ez egyébként egy süllyedő zsinór. Figyeljünk arra, hogy miután a zsinór lesüllyedt a víz alá, nagyon minimálisan feszítsük meg, és ne siessünk, mert ha kapkodunk, könnyen hibázhatunk. Jól láthatják, hogy egy csomó újdonságot hoztam magammal, méghozzá soft pelleteket. Ezek előre dippel csalik, lebegő csalik, amelyek kiválóan alkalmazhatók 10-12-es halog esetében. Különböző gyönyörű színekben kapható élénkpiros, fluorsárga. Ezek a termékek 2018-ban kerülnek majd piacra. De mint azt már megszokhatták, mi olyan termékeket mutatunk be, amelyek még fejlesztés alatt állnak. Itt láthatják az új bicolor pelleteket, amelyeket ma használok. Nemrég kerültek piacra. És természetesen kipróbáljuk majd a furt, lebegő pelleteket is. Ezeket már nagyobb horgokhoz használhatjuk, kiválóan alkalmazható 6-os, 8-as méretű horgokhoz. Mint már mondottam, a horgászbot a horgászok mai igényeihez igazodik. Minél messzebb tudsz dobni, annál eredményesebb leszel. Ugyanez a metod versenyeken is érvényes. Fontos, hogy nagy dobbal rendelkező orsót használjunk. Habár ez a horgászbot működne egy kisebb orsóval is, de ha könnyedén nagy dobásokat szeretnénk elérni, akkor kénytelenek vagyunk ilyen nagy méretű orsót használni. Így könnyen dobhatunk akár 120 méterre is. Fontos szempont a ponyhorgászatban, hogy mindig az etetésen túl horgásszunk. A halak ugyanis egyre óvatosabbak.
Ha a versenytárs etetőanyaga gyengébb minőségű, de messzebbre tud horgászni, akkor nagy előnyben van, pláne ha ilyen tavon horgászunk, amilyen intenzíven pecáznánk. A halak nagyon gyorsan kiismerik a horgokat, gyanakvóvá válnak, akármilyen csalit is kínálunk nekik. Szakemberek szerint a ponty az a hal, amelyik a leghamarabb memorizálja a vele történteket és szinte élete végéig észben tartja az élményeit, köztük a számára veszélyes helyzeteket is. Gyanakodva tekint bármilyen etetőanyagra vagy csalira. Gyönyörűen dolgozik a bot. A halunk messze jár. Nem akar megállni. Kézzel is próbálom lelassítani a dobot. Nem szeretném, hogy a zsinórunk eljusson a kiakasztásig. Közben felerősödött a szél, 50-60 km/h sebességgel fúj. Sajnos a szél megnehezíti a helyzetemet, jobbról balra fúj, és ajánlatos olyan helyeken keresni a halat, amerre fúj a szél. Ott kialakulnak az áramlatok, amelyeket kedvelik halak. De most már itt maradok, ha már ide ültem le erre a pár órás pecára. Sajnos nem sikerült ideérni reggel 7-re, mert elaludtam. 7 óra helyett 1:30-kor értem ki a vízpartra, de hál' Istennek itt Törökszákoson bőven élnek nagyhalak, és az idő is bőven elég arra, hogy teszteljük a termékeinket. Most vagyok azon a ponton, hogy kivegyem a zsinót a klipszből. Most vagyunk azon a ponton, hogy vagy. A nagy gondom az, hogy elkövettem azt a hibát, hogy nem mértem le pontosan a távolságot. Most kell eldöntenem, hogy kivegyem-e a zsinót a klipszből, vagy rizikozzak. Úgy látom, hogy visszanyertem 2-3 méter zsinort, elég nagy hal lesz. Visszanyertem körülbelül 20 méter zsinort, és nagyon gyorsan el is vesztettem, mert szinte a kiakasztásig lehúzta. Próbálom jó irányba helyezni a halat. A bocs picit a víz felé tartom, hogy a hal ne jöjjön fel a vízfelszínre. És lassan a part felé vezetem. Szerintem ezzel a horgászbot kiválóan megállja a helyét egy folyóvízi pecán is. Itt természetesen nagy testű halakra gondolok. Nagyon gerinces botról van szó, de jár hozzá egy üvegszás picc is, amely jelzi a finomabb kapásokat is. Mint láthatják, a medott kosár felcsúszott a zsinóron. Fel kell menjek a stégre, nehogy beakadjon. Attól féltem, hogy betéved a stég lábai közé. A veszély elmúlt. Szinte mindjárt át kell mennem a másik stégre. Egy kritikus ponthoz értünk, amikor a hal már itt jár a part szélén.
mivel sekély a víz, szinte lent van a mederfenéken. Próbálom a víz felszín közelében tartani. Tévedtem, egy tükörpont. De biztos, hogy több mint 10 kiló. Általában ezek a halak nem voltak ennyire vadak. Mint láthatják, nagyon kis horoggal pecázom, 10-es méretet használok. Van súlya halnak, alig bírom tartani még a fejét is. Hihetetlen. Sajnos nem hoztam mérleget magammal. Itt a csali, amelyen sikerült becsapni ezt a halat. Egy bikolor mézeseppes ízesítő pellet. A horog a hal alsó ajkába akadt, biztos, hogy több mint 15 kilós. Öntünk rá egy kis vizet, még parton tartjuk egy fotó erejéig. Gyönyörű narancssárga színekben pompázik a farok úszója, mint azt már mondottam, nagyon egészséges. Nemrég megakasztották, látszik rajta a seb. Itt már biztonságban van, már elég mély a víz. Mint láthatták, 2-3 kosárral karban tartottam az etetést, és rövid időn belül jelentkezett a kapás. Most is ezt fogom csinálni. 2-3 kosarat próbálok bejuttatni az etetésre, hogy a halakat visszacsalogassam. Valószínű az előző halfárasztásakor picit megriadtak. De a legnagyobb probléma az, hogy nagyon hamar felszippantják a felkínált csalit és egyből tovább állnak. Egy 15-18 kilós hal nagyon hamar felszippant, akár egy kiló etetőanyagot is, és már is tovább áll. Ez a taktika akkor érvényes, amikor halak intenzíven táplálkoznak. Ennek nyilvánvaló jelei vannak. Tehát, ha etetés után a halak gyorsan reagálnak, akkor etetésünk tovább, ha pedig kapástalanok vagyunk, akkor természetesen nem kell több etetőanyagot bejuttatni. Várjuk meg, amíg a halak ide tévednek az etetésünkre, és ha azt veszük észre, hogy táplálkoznak, akkor juttassunk be újabb mennyiségű etetőanyagot. Természetesen a kosárral is mindig beviszünk egy minimális mennyiséget, tehát figyeljünk arra, hogy ne etessünk túl. Mai pecánk végéhez érünk. Nagyon rövid horgászaton vagyunk túl, alig 3 órát pecáztam. De így is sikerült 10 kiló feletti halakat kifogni. Az egyik szerintem 15 pluszos is volt. Ez a víz halban gazdag és szintén bármilyen időszakban alkalmas a tesztelésekre, bármilyen csali kipróbálására. Az itteni halakat már többször kifogták, ezért elég ravaszak. Annak ellenére, hogy sok hal van ebben a vízben, mégis mindig lépést kell tartanunk az újításokkal, mind az etetőanyag, mind pedig a csalik terén. Bemutattam önöknek egy pár olyan terméket, amely még tesztelés alatt áll, és majd csak a 2018-ban kerül a boltokba.
Bemutattam önöknek egy új horgászbotot is. És közben kapásom van. Ez lesz a mai búcsúhalunk. Ez az új bot kiválóan működik, rendkívül jól használható, amikor nagy távolságokra akarunk elérni. Nagyon sok metodos pecás a bojlis horgászok közül jön, akik mindig nagy távolságokra pecáznak. De amúgy is az ilyen jellegű vizek leggyakoribb vendégei a bojlisok, akik mind 100 méter fölött horgásznak. Tehát a halak is viszonylag messzire tartózkodnak a parttól, ott kapnak táplálékot. Ezért önöknek is el kell érni ezt a nagy távolságot. Természetesen ehhez szükséges a megfelelő felszerelés. Sokan megkérdezik, hogy miért van szükség ekkora 10.000-es orsókra. Csak egy ilyen méretű orsóval lehet elérni ezeket a nagy távolságokat. Természetesen felszerelésünk sokkal nehezebb lesz egy ilyen nagyméretű orsóval, de ez csak fárasztás közben okoz egy kis kellemetlenséget, mivel a botot úgysem tartjuk kézben. És fárasztás közben az adrenalintól úgysem fog zavarni az orsó súlya. A Method Feeder horgászbot sikeresen vizsgázott. Mint láthatták, 15 kg feletti pontyot is sikerült szágba terelni. De még úgy érzem, hogy további erő is rejtőzött a botban. Ennek a botnak a prototípusával második helyet szereztem a Trabukó kupán. Ezzel a legnagyobb mennyiségű halat sikerült mérlegelnem. Ezen a versenyen nagy előnyömre szolgált ez a horgászbot, mivel sokkal távolabb tudtam horgászni, mint társaim. Kevésnek sikerült 100 méter felett pecázni. A Benzár család összes fédere 5 spitzer rendelkezik, természetesen ez sem kivétel. Lehet, hogy soknak is tűnik. Az 5-ből 2 karbon, 3 pedig üvegszál. Amikor a halak óvatosabban táplálkoznak, akkor azt javaslom, hogy használják az üvegszálas spitzet. Ha pedig intenzíven táplálkoznak, akkor a karbon válik be jobban. Most már így a végén ezt a halat kicsit megpróbálom erőltetni. A halnak szinte esélye sincs, körülbelül 5-6 kilós. Jól látható, hogy itt park közelben milyen sekély a víz, de most már nem engedem vissza. Fontos, hogy ilyenkor ne emeljük meg a merítőt. Azt ajánlom önöknek, hogy csak a szág fejét emeljék meg, mivel a nyíl könnyen eltörhet. Egy ponty, amelynek súlya körülbelül 5-6 kg. A szakáll nélküli horog már ki is esett a szájából. Ezzel a hallal én búcsúzom önöktől. Szerintem még visszatérünk ide Törökszákosra, szeretnénk nagy kárászokat és dévéreket is fogni. Úgy hallottam, hogy ezekből is itt él sok példány, úgyhogy biztos visszatérünk még. Ezzel a halal búcsúzom önöktől. Viszontlátásra!